Nos, szeretném még most, így a videó elején leszögezni, még mindenki megnézi, legalábbis remélem, hogy ezt a videót még előző héten vettem föl, szóval ezért nincsen említve a mai szerdai frissítés. Tudom, hogy új szetteket raktak be, de nem láttam értelmét, hogy ezt is beletegyem, mert hiszen azok csak kiegészítők, és amúgy sem tetszett annyira. Az a kantár jól néz ki, majd esetleg másik videóban megnézzük, de ebbe itt nem lesz említve, és ezért nem lesz említve, mert ezt elővettem föl, csak hogy tisztázzuk. Van egy első része, itt a felugró videót meg is tudjátok nézni, fent jobb oldalon a kis információs ikonra rákattintotok, és ott van lesz a videó. Szóval, ja, jó szórakozást ehhez, és élvezzétek! Hordóverseny, szalamozás, szénapálló verseny. Hát akkor mondjuk szépen sokkal a hordóversennyel kezdjünk először. Oké. Okay. És ezt nekem kell megjegyezni amúgy? Úgy néz ki, hogy igen. Ja nem. Miért is kéne? Úristen, hogy fordul ez a ló? Ó, oh, wow! Ez új! Hát ez nagyon... Na erre nem számítottam. Győztes, Enikő, Silver Bell, hurrá! Ó, és kapunk érte. Wow, ez érdekesen néz ki. Ha, úgy néz ki, hogy már nem lesznek olyan egyszerűek ezek a versenyek. Forduló verseny. Nézzük meg csak újra. Oké. Okay. Jó, most már akkor értem, hogy nem szabadnék lenni a hordónak, ami azért jó, mert... Baszeg! Na jó, egyszer úgy akarom megcsinálni, hogy nem ütök le semmit. Szóval ez most azért jó, mert ami... Ott van Marlinál, azt hiszem. Hordó futam. Ott konkrétan neki tudsz ugrani a hordónak, meg át tudsz menni rajta, ha úgy van. Szóval... Ez így tényleg nagyon menő. Á, értem. Szóval csak egyszer tudom úgy megcsinálni, hogy ajándékot, jutalmat, na, jutalmat is kapok. Érdekes. Hopp, bocsánat. Én voltam a hibás. A szalomozás. Lovagolj ez oszlopok végig, szalomoz az oszlopok között, majd lovagolj vissza. Fejezd be úgy, hogy visszalovagolsz oda, ahonnan indultál, csak óvatosan ne ütközz bele az osztovokba. Szóval itt is számít az, hogy neki megyek-e vagy nem. Ja, és ez volt furcsa, hogy Josh 3 hete, amikor meg akartam csinálni, ugye a Josh küldetést, küldetés már, versenyt. Hát ez nem olyan egyszerű, mint gondoltam. Szóval azt a versenyt meg akartam csinálni, és nem volt Josh sehol, és furcsáltam is, hogy hú, ez így nem jó, úristen, ehhez még túlságosan rossz a lovam. Szóval nem volt ott, és nem is értettem, hogy miért, de ezek szerint azért már átköltöztették ide. Ami nagyon jó, és remélem, hogy akkor oda megkitalálnak valami nagyon fasz a dolgot majd a helyére, ugye? Morlandben. Szénabála verseny. Lovagolj körbe a szénabála pályán. Szénabála pályán azt az arinában, és vigyázz az utadba kerülő akadályokkal. Hoppá. Wow, mi ez? Úristen. Birkák az útban. Ez nem jó. Na nézzük. Hoppá. Igen. Ez így nagyon jól indul. Újra kezdem inkább. Úgy egyszerűbb. Mondjuk ez nagyon nem tetszik, hogy ilyen... Hogy ha elsőre mutatnál csak be a pályát, arra azt mondanám, hogy tök fasza, igen, bemutatod, hogy mi van. De hogy többször is, ez kicsit... Unalmas már. Bocsánat, csak ezek koncentrálok. Azt a... Bocsánat, ne haragudj, Paci! Tényleg amúgy még a hátramenést nem is néztük meg, annyira el vagyok izélve
teljesen hogy hívjákon van. Jó. És akkor itt pedig ide kell fordulni. Szóval jó, átulok, mert azt hittem, nem tudok. Azt a most gondolom itt... Úristen! Ló! Működj együtt, Léci! Nagyon durván fordul amúgy. Nagyon könnyen be tudom fordítani, hogyha... odafigyelek amúgy. Érdekesek ezek a lovak. Mondjuk nyilván a statja is olyan, hogy az alapstatja, azt nem tudom megnézni. Szóval, ja, ennyi volt igazából itt a versenyek, de azt hiszem még van egy másik itt alul. Igen, pontosan itt. Elméletileg itt állatokat kell összeszedni. Szóval, hogy megnézzük. Szép napot, Enikő, esetleg nem akadt el vissza édes kis alatkákkal a terület környékén? Egészen véletlenül? Hát most, hogy mondod, nem. Jaj, elnézést, de le sem mutat... Visszatekerés. Jaj, elnézést, be sem mutatkoztam. Merinek hívnak, örülök a találkozásnak. Én is örülök neked. Vőlegényemmel, Lánszal nemrég költöztünk a Starshine Farmba, hogy állattartásból éljünk meg. Mr. Peterson volt olyan kedves, hogy helyet csinált számunkra a farmon, már teljesen otthon érezzük magunkat. De úgy tűnik, kedves állataim még nem szoktak hozzá az itteni élethez, és elkoboroltak. Segítenél megtalálni őket? Hogy ne? Hogy a viharban ne? Be kell vallanom, kezdek nagyon aggódni kérek, ha meglátod bármelyik a drágaságomat a környéken, egyből visszahozod, ugye? Persze. Tudom, aranyból van a szívem, igen. Érdekes, szóval nem ad semmilyen utasítást, hogy merre lehetnek, hanem csak hogyha meglátjuk, akkor gondolom rá kell majd kattintani az állatot. De nem baj, mert addig legalább körbe tudunk nézni itt. Úristen, igen, el is felejtettem, hogy beraktak szamarakat. Oh my god. Jó szamárka. Nagyon kis cuki vagy, annyira aranyos, hogy megcsinálták a szőrét. Azt hiszem van egy fehér is, igen. És még ezek is vannak szarvasmarhák. Úristen. Annyira tetszik ez a virágos rész, amúgy. Szerintem ez a videó... videónak az lesz a neve, hogy Enikő... álmodozik és... és nem tudom... élvezkedik fél órán keresztül konkrétan. Annyira szép. Na jó, van, akkor nézzünk egy szebb nyerget neki. Az a baj, hogy szerintem nem lesz itt olyan, amit én szeretnék. Kantárból milyenek vannak? Esetleg egy kantárt tudnék neki venni. Ja. Mondjuk ez a kantár nagyon szép. Hogyha látnám a fejeden, és nem legelnél, akkor tényleg nagyon szép lenne. Na. Ez nem az, itt ez az. Csak az a baj, hogy a barna nem néz ki olyan jól. Szerintem ezt meg is veszem. Ez egy biztos vásárlás. Ezek nem kellene, mert ezek nem szépek. Miért nincsen fekete vesztál, de nyereg? Lehet, hogy körbe fogok nézni máshol. Nézzük akkor még mit tudnék venni. Cipőt nem tetszenek annyira. Kobak. Mondjuk ezt nem tudom, hogy megveszem amúgy. Ja, ezt megveszem. Tetszik. Ez a kalap is amúgy nagyon menő néz ki. Ebből szerintem nagyon kevés ilyen stílusú, na! Enikő, tanulj már megbeszélni. Köszönöm. Nagyon kevés ilyen stílusú kalap van játékban, úgyhogy biztos sokan... Jó kérdés, mondjuk nem tudom, sokan kedvelik-e vagy nem. Ezt viszont én szerintem...
Lehet, hogy megveszem. Ez is nagyon tetszik. Na, egy-e fene, vegyük meg. Egy-e kevesebb vagy több nadrág, most annyira mindegy. És még akkor... ezt nem fogom megvenni. Hogy ez sem, és ez sem, mert ezek nem tetszenek. A többi sem tetszik. Úgyhogy... ó, igen, itt van tolatás, tessék, az kimaradt sajnos. Ez is nagyon-nagyon cuki. Tényleg, tényleg nagyon szép. És nagyon jól megcsinálták. Wii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 
szörnyeleg. Szóval egy kicsit csalódott vagyok, hogy pont fekete nincsen. De nem baj, megnézzük azért. Megyünk oda. És megpróbálunk venni egyet. Na, emléletileg erre kéne, hogy legyen egy fekete, hát kicsit ilyen barnásabb nyereg, ha jól láttam, úgyhogy lehet, hogy mind a két szín, ha nem tudom, hogy kellett választani két szín. Nem. Akkor nézzük először a feketét. Hát nincsen. De nem is értem, hogy fekete Western nyereg nincsen. Itt van. Ó, damn! Amúgy ez nem is néz ki rossz. Ez biztos nem, ez ott nem. Ez meg ilyen kékes, fekete, barna. Hoppá! Lehet, hogy két nyerget veszünk, srácok. Úristenkém! Ezt egyszer biztos megvesszük, mert ez iszonyatosan tetszik. És még ezen gondolkozom, szerintem ezt is megvesszük. Jó. Akkor mindjárt meg is nézzük, hogy áll a lovamon. Nos, itt is volnánk. És szerekezünk, és akkor föl. Nézzük meg, hogy milyen. Ez a nyereg. Hiszem, hogy ez a kanter nem annyira sötét, mint maga a nyergen, pedig amúgy jól néz neki. Szép kis nyereg amúgy. Nézzük meg ezt. Érdekes amúgy. Ez kifejezetten tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy benne fehér felsőm. Na, most vissza is jöttünk, hát ezzel a szettel igazán lesznek gondok. Szerintem a felsőmnek vagy fehér, vagy barna kéne, mindjárt megnézem, mi van belőle. Azt meg fogok megcsinálni, átszerkeszteni kicsit. Meg nyereg alá tétnek, és inkább akkor valami... Vagy fekete kéne. Feketém az van, az biztos. Vagy más szín. Hoppá. Fekete, fekete. Nem, mégsem feketével nem néz ki jól. Nem, úgy néz ki, ez a fehér. Mondjuk barna western tudszom van, azt hiszem csak nyergen nincs hozzá amúgy. Hát őszintén meglepődtem, mert azt hittem, hogy van normális felsőm. De úgy néz ki, hogy nincsen, úgyhogy azt is veszünk. Végül is. Új lovar, új felszerelés is jár. Hát pedig amúgy ez a barna nem is néz ki olyan rosszul. Csak az a bajom, hogy ez a barna szín nem passzol azzal, ami nekem van. Wow, ez rendesen tetszik. De persze, hogy szar statja van. Ennek meg semmilyen statja nincsen. Mi ez? Cserélek gyorsan egy nadrágot.
cipőt, bocsánat. Nincsen barna cipőm sem. Mi ez? Ja, de itt van. Mondjuk lehet, hogy abból is. Jó, akkor. Úristen, Enikő, miért nincsenne normális ruhád? Na, hát akkor el kell döntenünk végre, mert már így is iszonyatosan hosszú lesz ez a videó, érzem. Úgyhogy felsőt kell néznünk. Szerintem megtaláltam azt, ami nekem kell. Remélem. Pedig megvesszük. Uxi, köszi. És ja. Szerintem kész is vagyunk. Hála istenkének. Most át is vedlem. Hát szintén jobban számítottam, mármint hogy egy jobban ötött, mint a négy szetet. Ó! Hát, mit nem mondjak, jobban örültem volna, hogy egy szebb szetet és egy jobb ruházat egész tudom tenni, mert ez azért nem annyira jó. Nem rossz, elmegy, de jobban örültem volna, hogyha ténylegesen egy teljesen fekete nyerget tudunk találni. És akkor nem kellett volna szórakozni még a barnával is, ugye? Mondjuk ahhoz képest, hát, elmegy. Nos, hát igazából meg is néztük akkor mindent. Az állatkeresőst azt nem igazán tudom, hogy hol, vagy mit rottottam el. Lehet, hogy valahol még el kéne menni, de igazából annyira sok időm nincsen, sajnos, hogy ebben most jobban belemenjek. A lényeget megnéztük, ugye? Magát a lovat, ami tényleg nagyon jól sikerült, szóval ezért egy taps jár nekik, Star Stable-nek. Szerintem nagyon átállt, meg amúgy ezt az egész farmot, de ezt már mondtam. Szóval köszönöm, ha megnézted a videót, ha tetszett, lájkolt, ha nem iratkoztál fel, még azt is megteheted. Mindenkit szeretettel várunk amúgy a Discord szerverünkre, hogyha szeretnél jönni, akkor itt lesz a leírásban a link. Kedves jópofa társaság vagyunk, mindenkit szívesen várunk. Úgyhogy további szép napot nektek, sziasztok!